csábításaitól megúvni, és ismeretedben s az egy igaz Isten szolgálatában megtartani akarván, tilalommal megtiltottad neki, hogy veled szemben faragott képeket és képmásokat alkosson magának, és hogy azokat imádja és azoknak szolgáljon, ellenben a képeket és képmásokat, melyek által nem az idegen hamis istenek, hanem te, mint igaz Isten, a te legszentebb és fölséges neved dicsőinteti, nem csak megengedted, hanem kedvelt szolgád Mózes által világosan el is rendelted, hogy szövetségi szentélyben a bizonyság szekrénye fölött két aranykerús a tisztulás tornásában, ismét két aranykerú helyettessék el, a függönyökön pedig kézi varrás által nagy számú kerúkézi messzesség sábrázoltassék. Salamon király az által a melltempom oltárán olajfából faragott, aranyjal borított két kerubot állított fel, a friss szekrény pedig, hol a szövetségi kőtáblákat, aranyedények és áron vesztenye, veszelje, mint népetnél való jelenlétet, megközelíthetetlen dicsőséged jelvényei, és a te legdicsőbb csodatételeid, megszámlálhatatlan jó téteményeid emlékei őrizt tettek. Félelemmel és rettegéssel, húdolati dicsénekkel, öménezéssel és előttük való könyörgéssel tisztelni parancsoltak, és a tiszteletet néked magadnak hozott szolgálat gyanán elfogadni kegyeskedtél. Az idők teljében pedig elküldötted egy csülött fiadat, ami Urunkat Jézus Krisztus ki asszonytól, a mindenkor szűz Máriától született, és szolgai alatt alakot vevén fel, hozzánk emberekhez hasonló lett, és a ját legtisztább képmását a vászonkendőnek ortájához érintése által kézmű nélkül leábrázolá, s az Abgár edesztai királynak megküldi, miáltal nem csak őt, hanem azokat is, kikkel képhez itten járultak, s az erőt tisztelettel meghajoltak, kínos betegségeiből megszabadítá, és számtalan jó téteményben részelteti. Mi is tehát jóságos és mindenható uralkodunk, egy szülött fiadnak, eme festett képeit, melyet nem Isten gyanánt alkottunk magunknak, hanem az ő üdvösséges megtestesülésének, és e földön közöttünk véghez vitt nagyszerű csodatételeinek emlékére készítettünk, tudván az, hogy az írás írott képás tisztelete annak eredetére szállít. Azokat, akiket alkottál, ezért hálásan kiáltjuk néked, mindeneket örömmel töltött.